A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Bár még csak október közepét írunk, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy nem sokára itt van nekünk a Mikulás, jön a Mikulás, és itt van karácsony is. Vendégem ennek tükrében, és természetesen sok minden másról is beszélni fogunk, Kovács István ultrafutó. Köszönöm a meghívást. Idestúva most már 25-26 esztendeje, és erről majd képeket is mutatok természetesen, van Mikulás futás. Azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon rendben van. Ráadásul, amennyire tudom, hiszen most onnét jöttünk, a megyeházán jártál, ahol Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke segítséget, illetve hozzájárulását is megkaptad. A Mikulás futáshoz, és nem kevésbé fontos számunkra az olimpia, hiszen Párizsban lesz az ötkarikás játékok, ahova szintén elindulsz majd. Hát erről beszélünk. Közben persze mutatok képeket is, hiszen egy képsort hoztál a Mikulás futás 26. évfordulójára, ami egy fantasztikus képsor, mondom én, annál is inkább, hiszen itt azért láthatjuk, hogy Finnországban jártál, ugye itt van Onexion, a gyerekekkel itt sorban néhányat megmutatok. Itt magával, a télapóval. Igen, a nagyköveti sapka. Ez a nagyköveti sapka. Avatás. Aztán van itt nekünk olyan, hogy 3500 kilométer. Igen, ez igen, ennyi volt. 24 éve, amikor megérkeztem az északi sarkkal. És akkor itt egy személyes találkozás. Igen, igen. Amikor fogadott a lap felé. Hiszen Magyarországot képviseled. Igen. Egy kicsit menjünk vissza a múltba. Tehát negyed százada történt először pontosan 26 esztendeje, hogy elindultál ezen az úton. Mi volt az indítatásod? Hiszen valljuk meg, hogy ultrafutónak lenni szorgalom kérdése, elhivatottság kérdése, de nagyon-nagyon sok gyakorlás, tehát sok felkészülést is igényel. Igen, tehát hogyha még kicsit visszább mennénk, akkor 12 éves koromban körülbelül, mert a gyerekekkel, amikor találkozom a programok során, akkor ezzel is biztatom őket, kérdezem tőlük, hogy hány évesek vagytok, és mondják 10-12 éves, tehát akkor kezdtem el, szerettem meg a mozgást, a futást, tehát kíváncsiságból is, és hát hogy futják le a maratoni távot, aztán így kezdődött, aztán ugye jöttek a versenyek, először a kíváncsiság, a maratonit teljesítettem, aztán így tovább, az időket próbáltam lejjebb vinni. Aztán jött a barcelonai futás, és azt követően már ilyen régi álmam volt, hogy Medőfalván foglalkodnak gyerekekkel, ifjúsággal. Ugye ez idestóval 30 esztendeje történt. Igen, igen, igen. Aztán hát 7 éven át szinten napi szinten foglalkoztam, edzéseket tartottam gyerekeknek, igyekeztem őket vinni versenyekre, tehát megkóstoltatni velük ennek a szépségét, és ami mögötte van, tehát hogy megragadjanak mellette, tehát a jövőjüket is megalapozva. Hát ott Medőfalván nem nagyon voltak vevők erre, aztán jött egy ötlet, mi lenne, hogyha Mikulás futás, aztán tavasszal az ellenkedő nyuszi futást elkezdeném, és felkerestem nagyon sok teleplést, akkor személyesen is beszéltem, éppen akit elértem, jedző, asszony volt éppen eszetem Besnyőn, polgármester vagy iskolai igazgatókat, és már az első alkalommal 26 éve megnyertem 13 teleplést, és úgy kezdődött a Mikulás futás. Aztán szépen alakítgattam a programokat, színesítettem, állatvédelem jegyében maradt, madáretetőknek a feltöltése, a gyerekek ott az intézményeken belül, tehát udvaron belül töltik fel az etetőket, hogy gondoskodva az állat a madarokról. Ugye futunk, tehát nem versenyszerűen, tehát hogy megszeressék, és nem hosszú távot gondoltam sosem, tehát mindig arra kérem a intézmények vezetőit, pedagógusokat, hogy ne elrettentsük a gyerekeket, hanem megszeressék a futást. Ez egyfajta misszió a részben. Igen, igen, igen. Nekem mindig szívügyem volt a gyerekekkel foglalkozni. Én annyi sok szépet kaptam a sporttól,
hogy azt úgy gondolom, hogy illik, meg szeretem is átadni. Tehát... Mikor gondoltad először, hogy kilépsz a megye határokon túl? Hiszen tudjuk, hogy jószerivel a megyében mindenhol megfordultál az elmúlt 30 évben. Igen. Aztán elindult egy folyamat, mert ez egy folyamat része volt. Igen, tehát igen. Nem akciókról beszélünk sohasem, bár egy jeles eseményhez kötődik az ultrafutásod zöme. Igen. Tehát ahogy említetted, télapó, aztán tehát a Mikulás, aztán a tavasszal a nyuszifutás. Igen. Aztán jött a sport, csupa nagybetűvel mondom én, hiszen jöttek azok a különleges események, amelynek mentén elkezdtél kapcsolódni az olimpiákhoz, ami azt hiszem, hogy mindig mindenkinek megdobogtatja a szívét. Igen. Az olimpiai futás újra úton az olimpiai fáklya mottóval az úgy alakult ki, hogy ugye hosszú évek óta már gyermekrendezvényeket tartottam, és volt egy pályadat 2007 őszén. 2008-as olimpia előtt fáklyafutókat keresnek, és ezt megpályáztam is a gyermekrendezvényeimmel, ismeréseképpen kaptam ezt a megtiszteltetést Kínában, és ahogy megérkeztem, sőt, még a repülőgépen ültem fenn, akkor már elhatároztam, hogy ehhez is fogok majd valamilyen olyan programot kitalálni, ami hát megnyeri a ifjúságot, sőt már a felnőtteket is, mert ugye az eredeti olimpiai fáklyával most már több mint, olyan sok helyen voltam, hogy több mint 130 ezer kézben volt, fotózkodtak, futottak vele, vagy emlékfotót készítettek. Csak idővelmel mondva, voltam Vajdaságban nagyon sok helyen évek során, oda is eljutottam, meg hát országszerte igyekeztem minél több helyre eljutni. De megyében igen, elsősorban. De meg miként látod, megbecsülés övezi ezt a küldetést, ami a tiéd? Igen. Ahova meghívnak, nagy-nagy szeretettel fogadnak, és várják is. Egyébként a fáklyát, amikor kézbe veszik, azt figyelmed arcokat, és az nagyon-nagyon jó esélyérdés nekem, visszajelzés, hogy ők nem is gondolták volna, hogy eredeti olimpiai fáklyát kézbe foghatnak, és azzal fotózkodhatnak. Folytatjuk természetesen ezt a témakört, ugyanakkor érdekel engem, hogy miként készülsz. Tehát hogy kezdődött az egész? A sok-sok futás, hiszen ehhez edzeni kell, méghozzá minden nap. Tehát ez akcióból nem megy. Hát most már én így ilyen, korosan, igen, visszatekintve iszonyú őrültségeket csináltam. Tehát munka mellett, megjegyzem munka mellett, korai kelésekkel volt, ez rendszeres volt hosszú éveken át, felkeltem, amikor még a Donyecskben dolgoztam, a Vasmiben, felkeltem 4 órakor, elfutottam Venyimig, ott felszálltam a buszra, ez plusz volt az a futás, tehát reggel, és akkor jött a délutáni edzés, de minden nap, éveken át, sőt, hétvégén volt, amikor reggel korán felkeltem, napközben még egy, meg este, tehát nagyon sokszor egyébként túlzásba is vittem, de hát voltak kitűzött célok, hogy elérjek maraton X időt, meg ilyen szuper távokat tudjak teljesíteni, mint volt a barcelonai futás, aztán jött a finnországi futás, 3760 km. De melyik volt az első nagy futásod? Az a barcelonai futás. Aztán utána jött még 3 ugye országfutás. Ugye 1992-ben, igen, akkor a Columbus szoborhoz érkeztem meg, az volt a célállomás, tehát Fehérvárról, innen még a Balsai úr búcsúztatott, és ugye Ausztria, Olaszország, Franciaország és új Spanyolország, tehát napi akkor még csak 40 kilométert átlagban futottam másfél hónapon át, olimpia tiszteletére mottóval, aztán jöttek ilyen országos jótékonysági futásaim, például egyik leghosszabb volt Sárospataktól Zalaegerszegig, de közben nagyon sok, tehát ilyen adállomásokat is bekapcsolva, és hogy minél több telepést érintsek, ahol ugye adakoznak, az 800 km volt, aztán jött a finnországi futás, akkor már gyermekrendezvényeket tartottam, Mikulás futást, hogy mi lenne, ha elfutnék a fő-fő Mikuláshoz, Lapföldre jól pukkihoz, és az volt 98. július 17-i rajtal, és megérkeztem 2,5 hónap után, október 1-én, 98. október 1-én a északi sarkör egy Mikulás naplóval, rengeteg rajzzal, játattam a Lapföldi Mikulásnak a gyermekeknek. Igen, arról láthattuk itt a képeket. Igen. Miként fogadnak országról országra?
hiszen ennek nyilván hírverés is kell, hogy elérje azt a célt, ami tulajdonképpen megerősít téged, megerősít azt a küldetést, amit te végrehajtasz. Nagy-nagy nyitottsággal, szeretettel, tehát ahol végighaladtam a finnországi futás során is, egy-két kivételével, ugye nyári időszak volt, akkor nagyon sok helyen voltak szabadságon a vezetők, akik hát nem tudtak fogadni, de egy-két kivétel volt a 2,5 hónap alatt, de általában mindenhol, tehát vártak a település táblánál, tudok mondani, ilyen sztorikat is volt, hogy zenekarral jöttek ki. De felnyitották a kombinak a szakadt a deső egész nap, 64 kilométeren volt, azt hiszem a Koszkue városkánál, kint a várostáblánál vártak, mert mindenhol az volt, úgy beszéltük meg az információ, hogy a várostáblánál várnak gyerekek, vezetők, és akkor bekísérnek a központba, ott folytatott a program, és ott például egy zenekar, ilyen tango harmonikával eljátszottak egy nagyon szép finn népdalt, vagy volt olyan, egyik képen is látható, hogy a finn-magyar zászlóval feldíszítve kordonok be a tornatere, még a sportcsarnokot, még én a falak is körbe magyar-finn zászlóval, és magyarul is énekeltek, kórus lányok. Tehát ilyenkor jó magyarnak lenni? Csodálatos volt. Egyébként akkor napi 69-edek nem is voltak nehezek, mert annyira sok-sok örömteli fogadás azok. Szóval olyan élményekben volt részem, hogy szinte hát mentesítették azt a iszonyi fáradtságot. Kérdezni, hogy miként tudsz pihenni egy ilyen hosszú távon, közben? Hogyan tudod felfrissíteni magad, illetve áll-e rendelkezésedre olyan orvostím vagy segítőtím, aki figyel az egészségedre? Ez nem volt meg. Én magam ilyen szakkönyveket olvastam nagyon sokat, meg speciális felkészülést készítettem, felkészüléssel készültem a finnországira, mert tudtam, hogy fizikailag képes vagyok rá a hosszú évek, kőkemény munka, kilométer számok. Alapján viszont a monotóniát, hogy bírjam napi 60 kilométert, ahhoz viszont idegileg nagyon erősnek kellett lennem, ahhoz speciálisan külön még felkészültem, tehát nem volt gond. És mondom, ami visszakanyarodva, hogy ezek a fogadások akkora élményeket nyújtottak, hogy napközben az lekötött, ahogy az előzőek, meg ahogy várható volt. Meg közben jöttek újságírók, tehát meg az a csodálatos táj ott végig, tehát ez szenzációs volt. Tehát a jó szándék azért az tetten érhető minden futásodnál. Igen. Tehát Finnországról beszéltünk, hogy ez most már egy misszió, több mint negyed százada. Van-e olyan az olimpiákon túl és a nyuszi futáson, ami kiemelten fontos számodra, hiszen nyilvánvaló, hogy egy ultrafutónak cél kell ahhoz, hogy folytassa az edzéseket, mert hogy ez most már így van emberöltönyi távolság óta. Hogy melyik a legemlékezetesebb? Hát talán azt is. Rengeteg tudnék felsorolni, de finnországi mindenképpen, ami mint teljesítmény, mint sport teljesítmény, aztán ami a legmaradandóbb, az pedig hát a kínai fákjafutás, az a 200 méter. Hát annál csodálatosabb érzést, hogy ott lenni kint medőfalviként és képviselni egy országot, minni a lángot 200 méteren keresztül, annál, hát szóval még most is. Általában az ultrafutónak azon felül, hogy az a megbecsülés és szeretet övezi nyilvánvaló, amely a teljesítményért jár, mondhatjuk így is. Mit kapsz tőle a mindennapokban? Rengeteg minden. Tehát, az ismertségen túl. Igen. Fizikailag, szellemileg megerősített, és teljesen más emberré alakítja a sport. A hosszú távfutás még különösen acélossá azt az embert, aki hát nap, tehát mondhatni nap mint nap, amikor készült ilyen kőkemény edzésekkel, tehát az mássá válik. Tehát sokat kaptam. Tehát az életben, tehát volt egy nagyon rossz évem, 90-ben akkor volt vállóper, anyumnak a halála, meg egyéb munkahelyre nem vettek vissza, megjöttem Kanadából, és nem omoltam össze, mert a sport az olyan tartást adott az évek során, tehát már azt megelőzően, és hogy abból, aki sportol, az tudja, hogy abból könnyedén ki tud megersődve, tehát nem omlik össze ilyen klinikus helyzetekben sem. Az országban mindenütt ismernek, viszont ahhoz, hogy eljuss A-tól
B pontig, ami nem közel soha, ráadásul ugye hát felkészülten teszed ezt, ezre azért szükség van segítségre is. És nagyon jó dolog, hogy Székesfehérváron, Fejér megyében, de mondhatjuk az országot, a Magyar Olimpiai Bizottságot és sok mindenki mást, egy kicsit menjünk végig, hogy kik azok a segítők, akikben bátran megbízhatsz. Évek óta, igen, nagyon fontos, hogy megemlítsem. Nagyon sokat köszöntek Rót Péter alpolgármester úrnak is úgy szintén, Varga Tamás képviselő úrnak, nemrég találkoztam vele 3 hete személyesen is, ma, és ugye folyamatosan évről évre a megyéködés elnöke, dr. Molnár Krisztián úr, a MOB-bal is nagyon klassz a kapcsolatom, amióta megérkeztem Kínából, de azt megelőzően is kerestem őket, de azóta különösen az újraúton az olimpiai fáklya programmal bármikor fordulhatok hozzájuk, most is ígéretet kaptam, gyermekeknek adnak nagyon sok apró ajándékokat, ahova majd csak eljutok, mert az a tervem, hogy párizsi játékokig 500 iskola óvodához szeretnék eljutni a olimpiai naplóval, üdvözletek, üzenetek a olimpiai naplóba, amit majd átadunk a sportolóknak, mint ahogy már ezt megelőzően is nagyon sok alkalommal volt. Tehát ez szerte az országban. Igen, országosan, sőt, a Vajdaságban nagyon sokat jártam évek óta, meg van egy nagyon nagy vágyam már régóta, meg még terben van a Novák Katalin elnökasszonynak a bédnöki felkérése is, és talán majd őt fog tudni abban segíteni, hogy csángóföldi magyarokhoz is eljussak. Igen, hát az... Meg minél több határon túli területre. No. Erre külön kell készülni nyilvánvaló, hiszen a párizsi olimpia még most nem most van, de említettél 50 települést. Hogy választasz? 500. És 500 települést. 500 iskola. Hogy választasz települést? Leveleket kiküldjük, kiküldöm a programokkal, és az alapján. Tehát jönnek a visszajelzések, és de nagyon-nagyon nyitottak mindenhol, meg nagyon sokakat. Tehát évről évre, tehát itt a megyén belül biciklivel is megyek személyesen, de mondhatni, hogy mindenhol nagy nyitottságra lelek, tehát nincs gond. Tehát most már ugye a pyeongchangi, a riói, a tokiói, úgy sorolnám most a londoni, az olimpiai játékok előtt is a naplóval rengeteg helyre mentem, nagyon sokat segítenek polgármesterek is, mert például dr. Sükös Tamás polgármester úr Sárvágyat kistérségbe adott kocsit, akkor például nyáron a naplóval, fáklyával, tehát ezzel nincsen gondom, mindenhol nagyon nyitottak. Hát most csak a felkészülés hiányzik. Tehát akkor 500 település és a párizsi út, azt már így megtervezted, hogy lesz? Nem, itt nem futok a települések közt, tehát hogy félreértés most ne legyen, hanem a településeken, az iskoláknál, óvodáknál van a program, tehát ott csak a gyerekekkel, ami van a olimpiai tiszteletére, például ugye van a futás. A párizsi pedig úgy kell értelmezni, hogy addig szeretnék minél több üdvözletet, üzenetet, hogy bekerüljön a programok során, ahova eljutok, mert megyek önkormányzatokhoz, munkai közösségeket, családokhoz, tehát bárki írhat a naplóba, és az kerül átadásra, ünnepés keretek között, és az a napló kerül ki majd Párizsba. Volt már alkalmam azt a naplót megnézni. Van olyan bejegyzés, ami különösen fontos számodra? Nagyon sokat tudnék felsorolni. Tehát a polgármester úrnak a gondolatai köszöntője, alpolgármester úr köszöntője, vagy a MOB főtitkára, elnökének a köszöntője. Tehát sorban nagyon sok. Vagy például a Medőfalván Horváth Béla tanár úr és felesége, ő is pedagógus, ők kiászkodnak is egy nagyon szép képekkel, fotóval és nagyon szép gondolatokkal, idézetekkel látták el a naplót, de nagyon-nagyon sokat tudnék felsorolni, vagy Sárszent Ágatán gyerekek készítettek nagyon szép rajzokat, hogy hajrá Luca gáta között, ugye a 100 méter gátasok, aki most ezüstérmes lett Európa-bajnokságon, vagy a Széniának, ők is, mint több próbáló küldtek nagyon szép rajzot, tehát rengeteg, több ezernyi bejegyzés. Tehát otthon elismernek külföldön, nem különben Magyarországon, ez természetes. Ugyanakkor van-e utódod? Vannak-e olyan fiatalok, akiket sikerült rábírni arra, hogy segítség a felkészülésedet egyik oldalról, másrészt pedig akiket majd a későbbiekben láthatunk, és megtapasztalhatjuk, hogy igen, van egy másik Kovács Istvánunk, egy új. Ami soká lesz. Igen. Nagyon őszinte ezt a
nagyon sok lemondással járó munkát, hát még nem találtam meg, őszintén. De kerestél egyébként? Hát vannak szervezetek, például a Vajdaságban is, akik ott a programokban segítettek, ugye, akik itt voltak vendégek, Fehérváron is megyei közgyűlés elnöke is fogadta, a Dávid család, illetve a Veronikáék, meg szervezetek, de így még, hogy ezt a missziót mondjuk úgy, ezt a küldetést, a gyermekprogramokat még úgy, hogy valaki ezt majd később tovább viszi, még nem találtam rá sajnos. A testnevelő tanárokat egyébként érdekli, miként látod, hogy ilyen értelemben is segítsenek, nem csak téged, hanem általában a testmozgást, az egészséges életvitelhez? Igen. Tehát ahova eljutottam, például tavasszal is találkoztam, örültem is Csóron testnevelő tanár úr, aki a Vörös Zsuzsiéknak is volt az edzője, közben a kocsival jött, értem, beszélgettünk sokat. Tehát ő is, tehát ott a gyerekekkel, de számtalan nagyon sokat, tehát ők nagyon-nagyon sokat is tesznek a programhoz. Az a mez, amit viselsz, illetve ez a melegítő, én azt hiszem, hogy mindennél többet jelent. Sokat jelent neked? Igen. Mobtól kaptam. Igen, azért mondom, igen, tudom. Igen. Még, hát nem tudom, ez most, amikor Finnországban voltam, akkor viszont az ellenkezője történt meg. Ugye ott végigmentem 6 országon át, és néhány újságíró megkérdezte, hogy hát Magyarországot később miért nincsen címeres, stb. Aztán hazatelefonáltam X-eknek. Aztán kaptam 2 szerelést, az utolsó 18 km-re felvehettem, viszont a döbbenet, amikor hazaérkeztem, visszakérték. Tehát az igencsak fájt, de... Megértelek. Mikor kezdődik a Mikulás futás? November 14-től december 22-ig szeretnék eljutni minél több óvodád iskolához. És már vannak visszajelzések belőle, ugyanis Ercsi, Ráczkeresztúr igazgató úr keresett tegnap telefonon, de pár napja ment még csak ki a körlevél, úgyhogy most jönnek folyamatosan visszajelzések. Kisapostag, csak nagyon jó. Figyelemmel kísérjük természetesen, hiszen erről a beszámolók megszületnek. Mit kívánjunk neked? Hát sok-sok vidám, mosolygó, örömmel futó gyerekeket. Jól van, legyen így, és természetesen majd Mikulás futás idején azért még beszélgetünk egyszer erről, azért próbálunk beszámolni, viszont és ahhoz is sok sikert kívánok, hogy felkészülj a Párizsi olimpiára. Párizsban már régen volt olimpia, és azt hiszem, hogy most a franciák kitesznek magukért, és szeretnénk látni Párizsban is téged. Köszönöm. Én köszönöm, hogy itt voltál, és még egyszer sok sikert mindenhez, egészséget és sok-sok edzést, ez elkerülhetetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pista. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kovács István ultrafutó volt, és kérem, ne feledjék, Fejér megyében rövidesen kezdődik a Mikulás futás. Vegyenek részt benne, érdemes. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.